jogállamiság. Súlyosan sérül Romániában, miután sem a kormányfő, sem az államelnök nem hajtja végre az alkotmánybíróság döntéseit. Diszkrimináció. Megfontolja a tanügyminisztérium, hogy az egyetemi felvételén kizárják annak a lehetőségét, hogy felmérjék a román nyelvtudást. Nem ígérik, csak megfontolják, és nem is maguktól, hanem mert az ombudsman kérte. 2030. Nem túl fényes Marosvásárhely jelenlegi helyzete, de van esély rá, hogy 2030-ra legalább megpróbálunk kimozdulni a holdpontról. Köszöntöm Önöket a híradóban! Két napja jelent meg az Alkotmánybíróság indoklása annak a döntésnek kapcsán, amely megállapította az alkotmányos konfliktust a kormányfő és az államelnök között. A döntés gyakorlatba ültetése azonban továbbra is késik. Az Alkotmánybíróság döntése értelmében az államfőnek haladéktalanul ki kell neveznie az ügyvivő minisztereket, míg a miniszterelnöknek bizalmi szavazást kell kérnie a megváltozott politikai összetételű kormányra. Noha a döntést már két hete meghozták, egyik sem történt meg. Klaus Johannis államfő akkor azt mondta, megvárja az indoklást, míg Viorica Dencil a miniszterelnök a kedvező időpontra és a 45 napos határidőre hivatkozott. Két napja megjelent a taláros testület indoklása is, azonban az államfő továbbra is kivár, míg a bizalmi szavazás a bizalmatlansági indítvány benyújtásával egyelőre okafogyottá vált. A kormányfő levélben szólította fel az államfőt az ügyvivő miniszterek kinevezésére. Egy tegnap esti Facebook bejegyzésben pedig azt írta, még egy nap, amelyen az elnök figyelmen kívül hagyja az alkotmányt. Klaus Johannis úr egy egész ország várja, hogy tegye a kötelességét, és még azt sem kértem, hogy áldozza fel a hétvégéjét. Mikor fog eleget tenni az alkotmánybíróság döntésének? Viorica Dencil a kormányfő ma újabb 7 ügyvivő miniszterre küldött kinevezési javaslatokat Klaus Johannis államelnöknek. Válaszként az államelnöki hivatal közleményt bocsátott ki, amelyben hangsúlyozza, a miniszterelnök tulajdonképpen arra tesz javaslatot, hogy megszegjük az alkotmány előírásait. Ilyen körülmények között tehát a javaslatot nem fogadják el. Az államfőválasztásokra készülve bizonyos szempontból érthető, hogy az újrázni készülő Klaus Johannis nem tesz eleget a felszólításnak, hiszen azt az általa illegitimnek tartott kormány miniszterelnöke és választási ellenfele előtti meghátrálásnak tartaná a közvélemény. Magatartása azonban Románia jogállamisága szemszögéből igen veszélyes precedens. Az alkotmánybíróság döntései ugyanis mindenki számára kötelezőek, de sehol nem írja, hogy mi történik akkor, ha egy közjogi méltóság nem hajlandó alávetni magát ezeknek. Egy volt alkotmánybíró korábban híradónknak azt mondta, ilyen eset nem fordulhat elő, mert az a jogállam csődjével lenne egyenértékű. Úgy tűnik, ma ez történik Romániában. Levélben tájékoztatta az Oktatásügyi Minisztérium a népügyvédje hivatalát, hogy megfontolják annak a lehetőségnek a kizárását, hogy az egyetemek ellenőrizzék a felsőoktatási intézményekbe jelentkező kisebbségi diákok román nyelvi kompetenciáját. A diszkriminatív gyakorlatra Molnár Zsolt ombudsman helyettes hívta fel a szaktárca figyelmét. Hajlandónak mutatkozik az Oktatási Minisztérium úgy módosítani az egyetemi felvételi szabályzatot, hogy kiküszöbölje a kisebbségekhez tartozó diákok hátrányos megkülönböztetésének lehetőségét. A tárca főtitkára Danuc Gikán által aláírt levél szerint megfontolják, hogy egyértelműsítik a felvételi szabályzatot. Az egyetemi felvételi 2016-ban elfogadott szabályzata ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a felsőoktatási intézmény román nyelv ismeretéből is vizsgáztassa azokat a felvételizőket, akik nem román tannyelvű középiskolában végeztek, noha már érettségiztek román nyelvből is, és néhány egyetem élt is ezzel a lehetőséggel. Molnár Zsolt ombudsman helyettes elmondta, továbbra is figyelni fogják ezt a helyzetet, amíg meg nem oldódik. A törvény azt mondja, hogy az egyetemi felvételik előtt 6 hónappal kell elfogadni a módszertant, ami azt jelenti, hogy a júliusi felvételiktől visszafele számolva nagyjából január-február magasságában várható ez az új módszertan, akkor majd mindenképp ismét kapcsolatba lépünk a minisztériummal, és figyelmeztetjük őket arra, hogy igenis a következő módszertanba tessék ezt a szabály, ezt a diszkriminatív előírást kiiktatni. Korábban az Oktatási Minisztérium megtagadta az egyetemi felvételi szabályzatának módosítását. Többek között arra hivatkozott, hogy az érettségi román szóbeli vizsgája nem tükrözi a diákok nyelvtudásának szintjét, mert a nyelvi kompetenciákat nem az európai szabványnak megfelelően méri. Ezt a választ Asztalos Csaba, az Országos
diszkrimináció ellenes tanács elnöke felháborítónak tartotta, és bejelentette, hogy az intézmény hivatalból eljárást indít a minisztérium ellen. Nincs kizárva, hogy a minisztériumot az is jobb belátásra téríthette, hogy néhány napja 2000 lejes bírságot rót rá ki a diszkrimináció ellenes tanács szintén a kisebbségi oktatással kapcsolatos mulasztásért. Közös erővel próbál több külföldi turistát vonzani Székelyföldre Maros-Hargita és Kovászna megye. Ennek apropóján a három megye önkormányzatainak képviselői, valamint a turisztikai irodák és ügynökségek, a szállodaipar, illetve repülőtéri transferszolgáltatásokra szakosodó cégek képviselői találkoztak és tanácskoztak. Erdély és ezen belül Székelyföld turisztikai népszerűsítésének lehetőségeiről szerveztek munkamegbeszélést Maros, Hargita és Kovászna megye turisztikai egyesületei, amelyen jelen voltak a három megye önkormányzatainak képviselői is. A megbeszélést követően sajtótájékoztatón ismertették a jövőbeni lépéseket. Ebben a pillanatban nagyon sok minden elhangzott. A nagyon fontos elsősorban a kapcsolattartás, hogy az ide érkező turistának legyen meg a lehetősége, hogy eljusson a szállodához, vagy eljusson abban a helységbe, ahol szállást foglalt. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a turisztikai irodák, a szállítók, a repülőtér, a turisztikai destináció menedzsment klaszterek mindegyütt dolgozzanak, hogy ne legyen kiesés, vagy akár késés sem. A három említett megyében egyébként növekedés észlelhető a turizmusban, de nem tekinthetünk el attól, hogy ez főként az üdülési jegyeknek köszönhető. A klaszter célja, hogy a külföldi turistákat is Erdélybe csalogassák, mindez pedig elősegítheti, hogy október 27-től napi járat indul Marosvásárhely és Budapest között. Peti András, a Transzilvánia Nemzetközi Reptér igazgatója ismertette, 2020 nyarától új charterjárat lesz Görögországba. Egy újabb célállomást hirdettünk meg, amire már mától kezdődően lehet foglalni helyet. Ez a jövő nyári szezonra Görögország, pontosabban Kréta szigete lesz elérhető, Heraklion turisztikai csomagok által. A Marosvásárhely és a Kréta-szigeti Heraklion közötti charterjárat június 9-én indul. A Visit Maros Egyesülete pedig az ide látogató turistáknak több csomagot is összeállított, amelyek tartalmazzák a szállást és a különböző kikapcsolódási lehetőségeket is. A részletekről a telefonos applikáción még több információ olvasható. Társadalmi párbeszéd Marosvásárhelyért címmel közösségépítő kezdeményezést indítottak Marosvásárhelyen, amelynek célja, hogy a legfontosabb kérdésekben közmegegyezés szülessen. A projekt kezdeményezője Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke. A kezdeményezésben minden szakmai terület képviselőire, illetve a civil szervezetekre is számítanak. Négy szakterület egy-egy jeles marosvásárhelyi képviselőjével közösen ismertette a Társadalmi Párbeszéd Marosvásárhelyért közösségépítő kezdeményezést Portik Vilmos koordinátor. Tamási Zsolt oktatásért, Nyulas Bernát vállalkozókért, Gál Sándor mobilitásért és Kádár Zoltán sportéletért felelős szakmai irányítója lesz a projektnek. A szakmai irányítók elmondták, örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, hiszen első kézből tapasztalják a vízióhiány negatív következményeit. Azt szeretnénk elérni, hogy meghallgassanak a döntéshozók, legyen azok politikusok, legyen azok az városvezetés, és azokat a dolgokat, amiket felvetünk, amikre esetleg javaslatot teszünk, azokat elfogadják és ez irányba lépjenek. Ennek érdekében minden szakterület egy-egy munkaanyagot fog létrehozni jövő év januárjáig. Ezek elérhetők lesznek a Marosvásárhely 2030.ro honlapon. Valahogy az a célunk, hogy egyfajta közmegegyezést tudjunk elérni. Ebből a közmegegyezésből a legfontosabb Marosvásárhely fejlődését befolyásoló kérdésekben valamilyen fajta megoldási javaslatokkal tudjunk előállni, és ebből egy jövőképet alkossunk. Milyen lesz az a Marosvásárhely, amelyet 2030-ban megélni akarunk. A Társadalmi Párbeszéd Marosvásárhelyért kezdeményezője a Maros megyei RMDSZ elnöke Péter Ferenc. A konzultációs sorozatot a közeljövőben kiterjesztik az egészségügy, kultúra, környezetvédelem és digitalizáció területére is. Országos kampányt indít a Rákbeteg Egyesületek Föderációja és a Roche Románia gyógyszergyártó cég Szüksége van rád, beszélj vele címmel.
A kampány célja a mellrák korai felismerése a mellrák elleni küzdelem nemzetközi hónapja keretében. Mintegy 2050 úgynevezett HOPE-kitet, reménykészletet adományoznak a mellrákkal diagnosztizált nőknek a bukaresti és a nagyobb városok kórházaiban, annak a kampánynak a keretében, amelyet a Rákbeteg Egyesületek Föderációja indít a Roche Románia támogatásával. A mellrák elleni küzdelem hónapjának keretében nem csupán lelki támaszt nyújtanak a mellrákos pácienseknek, hanem olyan ismeretterjesztő anyagokat, illetve szereket is, amelyek segítségével könnyebben elviselhetik az ezzel a betegséggel járó. Ki kell állnunk, de ahogy mondták, tennünk is kell valamit magunkért. Nem szabad azonban elfelednünk, hogy ez a betegség nem csupán a beteg vagy a családja problémája, hanem az egész társadalomé. Ezt figyelembe kell vennünk, és mindannyiszor hangsúlyoznunk, ahányszor csak alkalmunk van rá. Rendkívül fontos a betegség korai felismerése, ezért ugyancsak a kampány keretében az egyik bukaresti bevásárlóközpontban medikus önkéntesek felvilágosító filmek és anatómiai modellek segítségével gyakorlati bemutatókon mutatják meg az öndiagnózis módszerét. Ennek a lehetőségét a Roche Románia teremtette meg. Am achiziționat o serie de modele anatomice pe care le vedeți aici, sunt niște mulaje. Beszereztünk néhány anatómiai modellt, amelyek itt láthatók. Ezek a formák három emlőtípust formáznak. Egy egészséges mellett, egyet jó indulatú daganattal, egyet, amely rossz indulatú daganatot tartalmaz. Ezek segítségével és Laura Musztáca doktornő támogatásával, akinek ezúton is köszönöm, elkészítettünk egy oktatófilmet, amelyben ezeknek a formáknak a segítségével elmagyarázza az öndiagnózis technikáját. Nem csak Bukarestben, az ország több városában szerveznek bemutatókat, kerekasztalbeszélgetéseket, egyéb akciókat a mellrák elleni küzdelem jegyében. A szervezők szerint annál fontosabb az öndiagnózis népszerűsítése, hogy Romániában nincs szervezett szűrőprogram a mellrákra sem. Negyedik alkalommal lépte át a határt a Magyarországon 16 éves sikeresen működő Muzsikál az Erdő rendezvénysorozat. A zenét, a művészeteket és a természetet népszerűsítő programnak a Nagyvárad melletti Püspökfürdő, illetve az annak közelében található csodabogyós völgy adott otthont. Jó kedv az erdei értékek megismerése, a művészetek sokszínűsége, barátság, testi-lelki feltöltődés. Ez jellemzi 16. éve a Muzsikál az Erdő rendezvénysorozatot, a Prima díjas és Nógrádikum díjas minősített fesztivál főszervezői azzal a céllal indították el több állomásos rendezvényüket, hogy az erdő, a zene, a művészet erejével a környezettudatos életvitel, a fenntarthatóság fontosságát tudatosítsák a résztvevőkben. Nagyvárad negyedik éve csatlakozott a program megszervezéséhez. A püspökfürdői erdészházhoz és a közelében található csodabogyós völgybe ez alkalommal is több százan látogattak ki, ahol gyermekprogramokkal, hagyományőrző íjászattal és változatos zenei kínálattal várták az érdeklődőket. A Kárpát-medence, ez egy csodálatos élettér. Ez a mi közös életterünk, tele olyan természeti, gazdasági, kulturális, művészeti és környezetvédelmi értékekkel, amelyek a mi életünknek az alapját jelentik. És úgy gondoljuk, hogy ezeknek az értékeknek a megőrzése és a jövő nemzedéknek történő átadása, ez közös felelősségünk. A rendezvény központi része a közös erdei séta volt. A résztvevők csoportokban indulva az erdészeti és vadászati felügyelőség munkatársainak szakvezetése mellett járták be a csodabogyós erdőt, miközben bővíthetjük tudásunkat az erdő és a természetvédelem témakörében. A nap folyamán lehetőség nyílt megismerni az itt található különleges növény és élővilágot, köztük az erdő névadóját, az örökzöld, évelő cserjét, a szúrós csodabogyót is. A mai ember, mindennapi stresszben élő ember, az egész napi, egész heti robot után egy feltöltődés és egy kikapcsolódás az, ha kijön a természetben, családostól is akár itt jól érezheti magát. Ebben a szép, tényleg mondhatjuk, hogy egy nagyon szép erdőben vagyunk. Itt a zene és a művészetek segítségével kikapcsolódhat. Ennél
pozitívabb és teljesen feltöltődés szerintem nem is kell, nem is szükséges, nem is létezik. A Muzsikál az Erdő rendezvény sorozat ez alkalommal is lehetőséget biztosított a helyi értékek megismerésére és a testi-lelki feltöltődésre a családok valamennyi tagja számára. Az erdei helyszíneken megtartott koncertek során a helyi fiatal tehetségek mellett olyan országos és világhírű művészek is bemutatkoztak, mint a nagyváradi Állami Filharmónia vonós négyese, vagy a Békés Csabáról érkezett Bartók Béla vegyes kar. Szeptember 30 és október 5-e között negyedik alkalommal szervezi meg a Szigligeti Színház Lilliput Társulata az Erdélyi Magyar Hivatásos Bábszínházak Fesztiválját. A társulat egykori vezető személyiségéről, Fuchs Pálról elnevezett szakmai találkozó 6 napján 17 társulat 24 előadását láthatja a közönség. Szeptember 30-án, a Magyar Népmese napján 3, a legkisebb korosztályt megszólító előadással kezdődött el az Erdélyi Magyar Hivatásos Bábszínházak Fesztiválja Nagyváradon. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a Fuchs Fest idén is megtartotta versenyfesztivál jellegét, melyre az erdélyi magyar bábtársulatok saját maguk által kiválasztott előadásokkal nevezhettek. A negyedik Fuchs Fesztivál, amit a Szigligeti Színház Lilliput Társulata szervez, és a célja ugyanaz, ami a kezdetekkor volt, egy versenyfesztivál kíván lenni. Nem annyira a versenyzés a lényeg, sokkal inkább az, hogy az erdélyi magyar bábszínházaknak legyen egy olyan fóruma, ahol meg tudják magukat mutatni, és ahol igenis szakmai beszélgetések zajlanak azokról az előadásokról, amiket ők választanak ki, hogy elhozzanak a fesztiválra, és amiről ők azt szeretnék, hogy erről beszéljenek. A résztvevő társulatok a hét folyamán igyekeznek majd olyan előadásokat bemutatni, amelyekben 4 korosztály tagjai is örömüket találják. Az óvodás és kisiskolás gyerekek mellett külön darabokkal készülnek a középiskolások számára, továbbá bábszínházi produkciók és felnőtteknek szóló előadások is színesítik a fesztivál programot. A versenyben nevezett előadásokat ez alkalommal egy 3-tagú szakmai zsűri bírálja el, melyben Asbót Anikó bábszínész, színházigazgató, Benedek Botond színész, valamint Pap Tíme a kritikus kapott helyet. Nagyon fontos és érdekes számomra az, hogy az erdélyi színjátszás magyar bábjátszásról ad egy keresztmetszetet nyilvánvalóan itt most ez a fesztivál is, aminek nagyon örülök, és köszönet azért, hogy itt lehetek, mert itt azért több csapatot tudunk megnézni. És valóban látunk egy olyan keresztmetszetet a bábosokról, amit egyébként más alkalommal nem tehetünk meg, vagy nincs olyan lehetőség, hogy így egyszerre lássam a csapatokat. Az idei évben a 6 erdélyi hivatásos bábszínház mellett olyan elismert magyarországi bábtársulatok is eljöttek, mint a debreceni Vojtina bábszínház, a pécsi Márkus színház, vagy az zalaegerszegi Griff bábszínház. A fesztivál programba bemutatott 24 előadás mellett szakmai beszélgetések, bábszínházi nevelési workshop és egy bábkonferencia is bekerült. A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete és a Bibola Fejlesztő és Képzőközpont többek között a Bábesbólyai Tudományegyetem közreműködésével nemzetközi figyelemzavar és hiperaktivitás témában szervezett konferenciát szülők, óvoda és iskolapedagógusok számára Marosvásárhelyen. A konferencián nem csak előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, hanem gyakorlati tudásukat is gyarapíthatták. Egy 2017-es adat szerint Romániában 8000 gyereket diagnosztizáltak figyelemzavarral és hiperaktivitással, azaz ADHD-val. A szám azonban nem tükrözi a valóságot. Egy 2016-os becslés szerint az országban közel 200000 gyerek érintett, a gyermek populációnak pedig az 5%-a igényelhetne sajátos módszerű nevelést. Pedagógusok körében egy nagyon gyakori probléma, minden osztályban van legalább egy, hanem 2-3 gyerek, tehát a populáció 5%-át érinti, és nagyon gyakori az, hogy nem tudjuk mit kezdeni vele, vagy nem tudjuk, hogy ez rossz gyerekség, vagy tényleg valami idegrendszeri elváltozásnak az oka.
Éppen ezért elengedhetetlen a diagnosztizálás, amelyet egy gyermekpszichiáter tud elvégezni. Az ADHD-val kapcsolatban többször tapasztalhattuk, hogy a szülők vagy pedagógusok nem veszik kellőképpen komolyan a gyerek helyzetét, sőt a diagnosztizálást és kezelését sem. A szakemberek hangsúlyozták, az ADHD nagyjából a rövidlátáshoz hasonló probléma, vagyis akit érint, nem tehet róla és nem is rajta áll, hogy meg tud-e változni. A nemzetközi konferencián éppen ezért volt fontos, hogy olyan technikákat és gyakorlatokat is bemutassanak az elméletek és előadások mellett, amelyek hasznosak lehetnek egy pedagógus vagy szülő számára. Ezek a gyerekek, ezek kreatívak, gyorsan vág az eszük, lelkesek, keresik az új dolgokat, nagy az igazságérzetük. Általában ezek a tulajdonságok azok, amik, ha túlélték épségben az iskolát, akkor kifejezetten az előnyükre válnak a legalábbis bizonyos típusú munkákban. Az országban egyébként az is problémát jelent, hogy noha minden ADHD-val diagnosztizált gyerek mellé járna egy fejlesztő pedagógus, nagyon kevés szakképzett fejlesztő pedagógus van, illetve az oktatási intézményekben évek óta nem hirdettek meg ilyen szakemberek számára posztokat, azok pedig, akik ilyenként dolgoznak, mind túlterheltek. Hivatalosan is elkezdődött a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata 75. évada. Az anyagi nehézségek ellenére a színház új bemutatókkal és korábbi évadok sikeres előadásaival várja a színház kedvelőket. A 2019-2020-as évad 10 új bemutatóval és 20 továbbra is műsoron tartott, szakmai elismerésnek és közönségsikernek örvendő előadásával várja nézőit a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Hát az általános törekvés az annak az útnak a folytatása, bármilyen társadalmi és anyagi helyzetben van a színház, amit elkezdtünk ezelőtt 7 évvel. Tehát ugye bár már így közhelynek tűnik, de továbbra is, sőt, főleg ebben a helyzetben, tehát hogy az igényesség, a leülünk egy pillanatra, átgondoljuk, miről szól a világ, ugye van képességünk, bérünk és épületfenntartásunk, produkcióra nincs pénzünk, de ezzel együtt összeállítottunk egy ígéretesnek tűnő évadot. Továbbá felhívják a színház kedvelők figyelmét arra is, hogy az előadásokra a belépés a színház bérletes nézői számára átlagosan 25-30%-kal olcsóbb. Október 4-e az Állatok Nemzetközi Világnapja. Ezen a napon a Marosvásárhelyi Állatkertben rolleres felvonulást szerveztek. A cél egyrészt az állatok megünneplése volt, de gyűjtöttek beteg gyerekeknek is. Ma délután gyerekzsivajtól volt hangos a Marosvásárhelyi Állatkert. Idén először az Állatok Nemzetközi Világnapjára rolleres felvonulást szerveztek számukra. A főszervező híradónak elmesélte, a hétköznapokban nem megengedett rollerrel közlekedni az állatkert területén, és szomorú volt látni, hogy ha a gyerekek ezzel szeretnének közlekedni, bent nem tehetik meg. A program célja, hogy megismerkedhessenek az állatokkal, illetve feladatok segítségével még több információt megtudhassanak róluk. Az esős idő ellenére több osztály is részt vett az eseményen. Na, a rossz idő az mindenkiben azt a képet kelt, hogy hát nem lehet állatkertbe jönni, ez nem valós, ugyanis az állataink nagyon klasszul viselkednek, sőt sokszor természetesebben, mint nagy melegben, az esős időszakban, és nagy örömünkre szolgál az, hogy valóban jöttek el erre a rendezvényre az eső ellenére, tehát vannak bátrak, akik valóban értik ennek a dolognak a lényegét. Forró teával kezükbe várták az állati rolleres felvonulás kezdetét a gyerekek. A felvonulás megkezdése előtt izgatottan hallgatták végig a feladatokat, és a főszervező vezetésével indultak neki az útnak. Az út során 5 megállónál szünetet tartottak, amelyet stopptábla jelzett, és egy feladvány várta a gyerekeket. A feladatok elvégzése után az állatkert gondozói meglepetésekkel várták az érdeklődőket. Eljöttem az állatkertbe, hogy segítsek a beteg gyerekeken, és akartam jönni az Állatok Világnapjára, mert nekem is van otthon egy kutyám, labrador, és szerettem volna ünnepelni, és a beteg gyerekeket is, akik most kórházban vannak, és jöttem én is az Állatok Világnapjára. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk néhány gyereken,
akiknek nincsen jó sorsuk, de mi meg tudjuk menteni a következő napjaikat, ha mondhatom így, és szeretném, ha eljönnének és látnák ezeket a csodás állatokat. Én sokszor voltam, és sokat változott. A rendezvényen a rolleres felvonulás mellett az Associatia Little People Románia Egyesülete beteg gyerekeknek gyűjtött könyveket, kifestőket, illetve játékokat. Idén is van gyergyói hokisuli, sporthírekkel folytatjuk. Magyar-román mérkőzéssel zárul a jövő évi ljubljanai 1/A divíziós jégkorong világbajnokság. A Nemzetközi Szövetség által közzétett program szerint a torna április 27-én kezdődik, és május 3-án fejeződik be, 6 csapat részvételével zajlik. A magyarok Dél-Korea, a románok Franciaország ellen kezdenek, a további ellenfeleik Ausztria és a házigazda Szlovénia. A torna első két helyezettje feljut a világcsoportba, míg az utolsó helyezett kiesik az 1/B divízióba. Magyarország válogatottja évek óta próbálkozik a feljutással, míg Románia számára kisebb csoda, hogy a tavaly megnyerte az 1/B divíziót, és hatalmas meglepetés lenne, ha sikerülne elkerülni az utolsó helyet. Idén is várják a gyerekeket a gyergyószentmiklósi hokisuliban. Hetente 3 alkalommal van hokisuli, a program azonban időnként változik a jégpályán zajló más programok miatt. Idén is nagy népszerűségnek örvend a gyergyószentmiklósi hokisuli, ahová 4 és 7 év közötti kislányokat és kisfiúkat várnak annak érdekében, hogy megtanulják a korcsolyázás alapjait, és adott esetben jégkorongozással folytassák. A jelentkezőknek biztosítaniuk kell a minimális felszerelést, a korcsolya mellett a sisakot, térd- és könyökvédőt, és természetesen a meleg ruházatot, valamint a kesztyűt is. Bodo Anna Mária edző elmondta, a pályát megosztják az edzésen. Az egyik felén a jéggel csak ismerkedő kezdőkkel foglalkoznak, míg a másik felén az U8-as csapat haladói edzenek. A hokisuliban egészen az alapoktól kezdjük a úgymond tanulást, jégen mászástól egészen megtapasztaljuk, hogy a jég csúszik, hogy kell felállni, az alap dolgokat megtanuljuk, és akkor már úgy látjuk, hogy annyira tudnak korcsolyázni, akkor lehetőségük van átmenni az U8-as csapatba, ahol majd, mint aktív hokisták fognak érvényesülni. Sok gyerek már 4-5 évesen megtanul korcsolyázni, ők már az U8-as csapat tagjai. Október 7-től a korisuli program is elindul, ismét óvodások, iskolások tanulhatnak korcsolyázni a jégpályán. A délelőtti órákban plusz mozgás lehetőséget biztosítanak az iskolai testnevelési órák mellett a város és a környék iskolásainak. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.